Jó estét kívánok! Önök a hírórában a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. Bővítette az egy éve tartó együttműködését a Kecskeméti Neumann János Egyetem és a Diana Fegyvertechnikai Technikum. Jelenleg az ütemterv szerint halad a Katona József Gimnázium új sportcsarnokának építése. A helyi édesapáknak köszönhetően a hétvégén újabb játékokat szereltek fel katonatelep játszóterén. Együttműködést írt alá a Neumann János Egyetem és a Magyar Honvédség. Bővítette az egy éve tartó együttműködését a Kecskeméti Neumann János Egyetem és a Diana Fegyvertechnikai Technikum. Ma délelőtt Budapesten a felek a Magyar Honvédséggel írták alá a megállapodást, melynek egyik célja, hogy az egyetem a magyar védelmi ipar egyik legfontosabb kutatófejlesztő központjává váljon. Egy évvel ezelőtt a Kecskeméti Neumann János Egyetem, a Diana Fegyvertechnikai Technikum, az Arzenál Fegyvergyártási Divízió, dr. Maróth Gáspár védelmi fejlesztésért felelős kormánybiztos és Szemerei Népataki Klaudia polgármester stratégiai megállapodást írt alá egy védelmi ipari tudásközpont kialakítása érdekében. Az együttműködést a mai napon kibővítették a felek. A Magyar Honvédség is aláírta a megállapodást. Dr. Maróth Gáspár védelmi fejlesztésért felelős kormánybiztos a mai eseményen hangsúlyozta, a Kecskeméti Neumann János Egyetem elsők között ismerte fel a nemzeti védelmi ipar megújításában és fejlesztésében rejlő felső oktatási és kutatásfejlesztési lehetőségeket. Tény és való, hogy a Kecskemétnek van az úttörő szerepe a hadiparban, és nem utolsó sorban azokkal az anyagtechnológiai kutatásokkal, amikkel az egyetem már eddig is rendelkezett, és amit felfedeztek a magyar mérnökök is, hogy a nemzetközi piacon is alkalmazható eredményeket tartalmaz az egyetemnek több saját fejlesztése. Ezt a folyamatot fogjuk elindítani, ezt a fegyverfejlesztésnek a második fázisát nyitjuk meg gyakorlatilag itt. A Neumann János Egyetem annak érdekében, hogy a Diana Fegyvertechnikai Technikumban tanultakat felsőoktatási szintre emelje, elindítja új szakirányát, a fegyvertervező mérnökit. Célunk, hogy a Magyar Honvédség támogatása és szakmai felügyelete mellett olyan felsőoktatási, képzési, illetve kutatásfejlesztési hálózat kialakítására törekedjünk, amely előmozdítja a magas szintű szakmai ismeretekkel, gyakorlati tudással rendelkező védelmiipari szakemberek vállalati igényekre alapozott utánpótlását és a kutatásfejlesztési kapacitások összehangulása lehetővé teszi a térség vállalatai számára, hogy a hazai és nemzetközi piacon egyaránt versenyképes, innovatív termékeket legyenek képesek előállítani. A Diana Fegyvertechnikai Technikum 3 évtizede vesz részt a fegyveres szakképzés területén. Az iskola jelenleg minden fegyveres testületet képes ellátni középfokú végzettségű szakemberekkel. A Magyar Honvédség Modernizációs Intézete már évek óta tartja a kapcsolatot mind az egyetemmel, mind pedig a technikummal. Ennek a közös gondolkodásnak az eredménye a mostani együttműködési megállapodás, mely egy fegyvertervező és gyártómérnöki szakirány létrehozására irányul. Filótárs István dandártábornok hangsúlyozta, a hazai védelmi ipar is igényli a felkészült mérnöki állomány megjelenését a hazai piacon. A honvédségnek nagy szüksége van a megfelelő utánpótlásra, a korszerű műszaki ismeretekkel bíró fiatal hadmérnökök vonatkozásában, akik a bázisát képezhetik a jövő logisztikai támogatórendszerének, illetve a kutatásfejlesztésnek. A most aláírt együttműködés megerősíti és kiszélesíti az egyre nagyobb gazdasági jelentőségre szertevő védelmi ipari technológiai kapacitásokat Bács-Kiskun megyében. A vállalkozók segítségét is kérik annak érdekében, hogy minél hamarabb felépülhessen a Katona József Gimnázium új sportcsarnoka. A munkák jelenleg is ütemterv szerint haladnak, azonban a részben TAU támogatásból épülő csarnok az építőanyag árak növekedése miatt többe kerül majd a tervezetnél. A vászszerkezet gyakorlatilag 10 tartó pillérből áll, az már látszik is, hogy megemelkedett az épület.
Dr. Versz Tamás, az épített összkorgol Kecskemét futszál ügyvezetője mutatta meg ma stábunknak az épülő sportcsarnokot a Katona József gimnázium udvarán. A földmunkák már befejeződtek, és a tartó pillérek már jól mutatják, milyen hatalmas lesz a tornacsarnok. Jól lett az épület jelenleg a 15%-os készültségi fokot éri el. Akár egyszerre három testnevelés órát is tarthatunk majd benne, de kettőt azt abszolút kényelmesen, és még így is nagyobb hely lesz, mint a mostani kis tornatermünkben. Szabó István intézmény vezető hozzátette, csak a hagyományos testnevelés órák keretein belül heti 100 órát tudnak majd megtartani az új csarnokban. 1983 óta vár az intézmény arra, hogy új tornatermet kapjon. Ezért nagyon örültek, amikor kiderült, hogy a Szkorgol Kecskemét futszán nyert az MLS pályázatán. Az eredetileg közel 1 milliárd forintra tervezett beruházás 30%-ban önkormányzati, 70%-ban TAO támogatásból valósulhat meg. Időközben azonban elszabadultak az építőanyagárak, ami jelentősen drágítja a beruházást. Mindenféleképpen majd szükség lesz egy újabb úgynevezett TAO támogatásnak a megszerzésére. Jelen pillanatban ennek a folyamata előkészületben van. Ugye az éves beszámolók alapján a gazdálkodási társaságok május 31-ével tudják az éves bevallásukat beadni. Ahhoz, hogy a tornacsarnok minél hamarabb megépüljön, és a körülbelül 400 milliós különbséget az eredeti tervekhez képest befoltozzák, a vállalkozók segítségét kérik. A jelenleg rendelkezésre álló pénz egyelőre elegendő ahhoz, hogy az ütemtervet tartani tudják az építkezésen, így a tervezett 2023-as átadás reálisnak tűnik. Mint arról korábban hírtattunk, új többfunkciós játszóteret és fitnessparkot kap Katonatelep. A komplexumot a sportpálya mellé helyezik el. Miután elkészült Hári János vára és Csínon Palkó csúszdaháza, újabb eszközökkel bővült az épülő játszótér a hétvégén a helyi édesapák összefogásával. Tavaly november közepén járt stábunk Katonatelepen, a sportpálya mellett. Ezen a helyszínen alakítják ki ugyanis a városrész új, többfunkciós játszóterét és fitnessparkját. A fejlesztésre azért van szükség, mert az új bölcsöde Katonatelep régi játszóterének helyére épül. Miután elkészült Hári János vára és Csínon Palkó csúszdaháza, most újabb eszközöket helyeztek el a területre a hétvégén a helyi édesapák összefogásával. Kikerültek a hinták vázai, 4 darab rugós játék, a mini madárfészek, a pörgőforgó és a libikókat tartó oszlopai. A térség önkormányzati képviselője arra kéri a lakosságot, hogy még ne használják az eszközöket. Dr. Fekete Gábor megkeresésünkre elmondta, a munkálatok még nem fejeződtek be. A képviselő hangsúlyozta, kialakítanak még egy homokozót, egy mászótornyot, drótkötélpályát és egy babamama hintát is. A kicsiknek szánt játékok mellé egy fitnessparkot is létrehoznak majd. A beruházást az önkormányzat 20 millió forinttal támogatja. A tervek szerint tavasszal átadják a játszóteret. Latabár Kálmán halálának 52. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a mai napon a színművész egykori szülőházát jelző emléktábla előtt. A rendezvényt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Katona József Emlékház rendezte meg közösen. 52 éve, hogy elhunyt Latabár Kálmán, Kossuth-díjas színművész, érdemes és kiváló művész. 1970. január 11-én hunyt el, így halálának évfordulója napján megemlékezést tartottak az egykori szülőházát jelző emléktábla előtt. Az eseményt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Katona József Emlékház rendezte meg közösen. A megemlékezésen Aradi Imre, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Latabár Kálmán díja kitüntetett színművésze mondott ünnepi beszédet. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Latabár díjasaként érzem, hogy mekkora felelősség egy ilyen díjat birtokba venni. És ez igazi megtiszteltetés számomra. Hiszen van mit, és kell is tanulnunk a nagy elődöktől. És Kecskeméten ebből hál' Istennek nincs hiány. Latabár Kálmánt már életében hasonlították Fred Astaire-hez, Buster Keatonhoz, illetve Chaplinhez, amely hasonlítgatások megállják a helyüket, hiszen tehetséges, nagy formátumú, különös művész volt. Latabár Kálmán a 20. század egyik legnépszerűbb magyar komikusa volt. 120 éve született Kecskeméten, apai ágon mindenki művész volt a családjában, így ő sem került el a művészet.
Olyan korszakban sikerült megnevettetni az embereket, amikor inkább a szomorúság volt jellemző mindenki életében. Saját sorsában is rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie. A beszédben elhangzott, hogy a színművész a humort nagyon komolyan vette. A színház nagy feladata, hogy tanuljunk önmagunkról és a világról. Latabár Kálmán is hihetettebben, mondta Arad Imre. Az ünnepi megemlékező beszédet követően a résztvevők az emléktáblára helyezték el koszorúikat és az emlékezés virágait. Január 17-én hétfőn kezdődik az ökumenikus imahét. A kecskeméti felekezetek közös igehirdetés sorozatának helyszíne idén a Piarista templom lesz. Az alkalmak hétfőtől szombatig tartanak és 17 órakor kezdődnek. Hétfőn kezdődik az ökumenikus imahét. Kecskeméten a Piarista templom ad otthont az alkalmaknak. 2022-ben az imahét bibliai vezérigéje a Máté evangéliumából vett idézet. Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. A napkeleti bölcsek egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a héten az igehallgatók előtt. Az ökumenikus imahét során minden nap más-más felekezet képviselője tartja az ima alkalmakat. Kecskeméten hétfőn Görbe László piarista atya ige hirdetésével kezdődik az alkalomsorozat, kedden a református, szerdán a görögkatolikus, csütörtökön az evangelista, pénteken a baptista felekezet képviselőivel folytatódik. Az imahetet szombaton dr. Finta József, a kecskeméti római katolikus főplébánia plébánosa zárja. Az imahét központi témája az összefogás. Segít a helyi keresztény felekezeteknek megélni az egységet, segít abban, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek, példát adhassanak a mai világban is a társadalomnak az egységről, a közösség erejéről, akkor is, ha teológiai nézeteik különbözhetnek. Az imahét anyagát a Közel-Kelet Egyházak Tanácsa állította össze. Az országos nyitóistentisztelet január 16-án vasárnap 18 órakor kezdődik Budapesten, a Deák-téri evangélikus templomban. Ismét lehet keresni temetkezési ügyintézéssel a köztemető Békefasori ügyfélszolgálatát. Korábban technikai okok miatt szünetelt az ügyintézés. Erről a kecskeméti városüzemeltetés adott ki tájékoztatást. A mai naptól kezdve a temetkezési ügyeket ismét a Békefasori ügyfélszolgálaton lehet intézni. Telefonon és e-mailen is elérhetőek. A belvárosi irodában a Csongrád utca 3-as szám alatt továbbra is lehet temetkezési ügyintézéssel kapcsolatban érdeklődni. Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8-tól 15 óráig tart nyitva, előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges. Elhunyt szállításához éjjel-nappal hívható ügyeleti telefonszámuk. Részletes információt a városüzemeltetés oldalán találhatnak. Gyakorlatilag bárhol és bármikor előfordulhat vadállat miatti közlekedési baleset Magyarország útjain. A vadászok és a rendőrök is felhívják a figyelmet arra, hogy a vadveszélyt jelző tábláknál és a nem belátható szakaszokon fokozottan figyelnie kell a sofőröknek. Az állatok télen inkább csak táplálkozás miatt járnak keresztül az utakon. Az erdős részekről mezőgazdasági területekre mennek át. Fokozottan figyelni kell a vadveszély miatt szürkülettől egészen reggeli órákig, mivel ilyenkor legnagyobb a vadmozgás. A vadászok szerint a legtöbb baleset megelőzhető a sebességkorlátok betartásával. Ezen felül azokon a területeken, ahol magas az útmenti növényzet, nem belátható a terep, illetve ahol vadveszélyre figyelmeztető tábla van, óvatosan kell vezetni. Ha vadat látunk, az útszélén már előre érdemes lassítani, és az áthaladása után is figyelni kell, mert többen is lehetnek. Ha hirtelen kerül elénk egy nagy vad, a kormányt akkor sem szabad elrántani, mert az útszéli fa vagy a szemből érkező autó miatt nagyobb baleset lehet, mint egy vad elgázolásából. Vadelütés esetén rendőrt kell hívni, a helyszínt nem szabad elhagyni, ugyanis a vadbaleset is közúti balesetnek minősül. Az esetleges balesetek megelőzésével kapcsolatban hosszabb összeállítás látható mai kiemelő magazinunkban. Ismét az ország legjobbja lett Hajagos István. Az NKB Cycling Team kerékpáros a korosztályában idén is mindenkit maga mögé utasított a Cyclocross országos bajnokságon. Budapesten a Városligetben rendezték meg a Cyclocross szakág legnagyobb éves versenyét, az országos bajnokságot. Soha ennyi néző nem gyűlt még össze ilyen eseményen, ez pedig egyértelműen a mára világhírű Vas Katablankának szólt. Remek pálya és kiváló hangulat várta a kerékpárosokat, akik között ott volt az MKB Cycling Team bringása, Hajagos István is. A kecskeméti versenyző azért érkezett a kemény téli versenyre, hogy megvédje tavaly megszerzett országos bajnoki címét.
A száraz, fagyos, technikás pálya az egykori motocrossosnak kedvezett, aki remek versenyzéssel 2022-ben is a dobogó legfelső fokára állhatott a Master 4 korosztályban. A bajnok elmondta, unokái, Áron és Máté kolompokkal és kereplőkkel mellette futva buzdították, így nem lehetett lassan menni, mindent ki kellett adni magából. Kiváló teljesítményével pedig másodszor is magára ölthette a bajnoki trikót, melyet korosztályában még senkinek nem sikerült zsinórban kétszer megszerezni. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer, röviden. Bővítette az egy éve tartó együttműködését a Kecskeméti Neumann János Egyetem és a Diana Fegyvertechnikai Technikum. A Kecskeméti intézmény ma a Magyar Honvédséggel írt alá megállapodást Budapesten. Jelenleg az ütemterv szerint halad a Katona József Gimnázium új sportcsarnokának építése. A beruházást azonban nehezíti, hogy megdrágultak az építőanyagárak. A helyi édesapáknak köszönhetően a hétvégén újabb játékokat szereltek fel Katonatelep játszóterén. A beruházást az önkormányzat 20 millió forinttal támogatja. Latabár Kálmánra emlékeztek halálának 52. évfordulója alkalmából. A résztvevők a színművész egykori szülőházát jelző emléktáblájánál koszorúkat helyeztek el. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban először megmutatjuk, mit jelent az a megállapodás, amit a Kecskeméti Egyetem kötött a Magyar Honvédséggel. Ezután Kiszely Ágnes, a Círóka Bábszínház igazgatója lesz stúdiónk vendége. Végül összeállítást láthatnak arról, hogyan lehet megelőzni a vadbaleseteket a közutakon. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 46 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán napközben általában derült vagy gyengén felhős napos száraz idő lesz, estére mindenütt mérséklődik a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között várható. Csütörtökön szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk, de emellett az ország nagyobb részén több órás napsütésre számíthatunk, hajnalra helyenként zúzmarás köd képződhet, számottevő csapadék nem valószínű. A minimum hőmérséklet általában mínusz 4 és mínusz 13 fok között alakul, a csúcsérték általában 1 és 6 fok között valószínű. Pénteken is általában több órás napsütésre számíthatunk, azonban egyes tájakon a köd egy része napközben is tartósan megmaradhat, számottevő csapadék nem valószínű, estétől felhősödés várható, és gyenge, vegyes csapadék is előfordulhat. Hajnalban általában 0 és mínusz 6 fok között alakul a hőmérséklet, akkor a délután többnyire 4 és 10 fok közötti értéket olvashatunk le a hőmérőkről.